világéletünkben állatosak voltunk, mindig volt otthon cica, 5 éves koromban kaptam az első kis kutyámat, és én úgy vettem észre, hogy sokkal könnyebben tudok barátkozni. Mióta idejöttem a gimibe, azóta mindig én voltam a döktitkár az osztályon belül. Én úgy szerettem volna eltölteni a gimis éveimet, hogy minél több programmal, hogy majd jó legyen rájuk visszaemlékezni. Szeretem a rötit, mert megtanított csapatban dolgozni, adott kitartás, és jó, hogy jól összekovácsolja a csapatokat. A guggolásban, abban nagyon sokat fejlődtem eleinte, tényleg így volt, hogy keretben így egy pár kilóval guggolgattam, vagy szabadsúllyal, az is csak azért, hogy így formálódjak picit. Itt vagyunk a kutyafuttatóban, Nyírbátorban még ilyen nem volt. Voltak-e már az állataid, a kutyáid valaha bárhol ilyen területen, ahol vannak játékok, különböző elemek, amelyekkel lehet tanítani őket? Hát sajnos nem igazán, mert ilyenre még eddig nem volt lehetőségünk, meg a gyerekek játszóterére oda nem engedélyezik őket, szóval nem nagyon tudtam velük ilyen helyeken játszani, de például a papokra oda leszoktam tudni őket vinni, olyankor is Rafiékat el tudom engedni. Hány kutyád van összesen? Összesen 7 kutyánk van és 1 macskánk. Ó, és a macska hogy tud meglenni ennyi kutyus között? Ő bent van, és a bentieket már megszokta. Hogyan került hozzád a 7 kutyus? 7-ből 4-et rossz helyről mentettünk, a többit pedig testvérem meg én szereztük, őket vettük. Na melyek azok, amelyek mentett kutyusok? Pepe ő mentett. Akkor mutassuk is be, ő egy kis csivava. Nem tudjuk, hogy fajtiszta-e vagy nem, mert 2 évesen került hozzánk. És a másik ő Daisy. Igen, hát ő már itt van. Ő 2 évesen nálam. Került hozzánk, már 2 éve nálunk van, de még látszódik itt a nyakán körbe a heg, hogy egy műanyag kis zsinorral volt kikötve, valószínűleg sokáig, és azért belátta a húsba, meg a szőr is kikopott alatta. Rafi, őt én tanítgatom. Rafi, ne rá, Rafi! Ő pedig a kis bolognézemnek a gyereke, ő az apukája, és van a francia buldog anyukája. A fülén azon egybe az egybe látszódik, hogy francia buldog, a szőre meg mintha a Rafiéra szeretne hasonlítani. Ugye fajtiszta akkor a bolognéz, Rafi, igen. És Mimi, a francia buldog. És hogy lehet együtt élni 7 kutyussal? Hát igazából megszokás kérdése, tehát nyilván az elején nehéz volt őket különetetni, de az is probléma, mert volt, aki nem ehet például csirkét, mert allergiás rá, például a francia buldog, a csivava és a bolognéz is, tehát őket teljesen különetetjük más tápokkal, ezt mondjuk anyukám jobban tudja, mert ő tudja, hogy külön van szalálmi, pástétom, meg szárasztáp. Nem könnyű 7 kutyával együtt élni? Hát nem, nem mondanám könnyűnek. Tartod-e a kapcsolatot állatszervezetekkel, vagy a gyepmesteri teleppel, vagy olyan szervezetekkel, akik ugye állatmentéssel foglalkoznak, vagy amit még te tudsz mondani? Igen, én például Instagramon a Szurkolok az állatkínzók ellen csoportját követtem, és velük már beszélgettem is. A gyepmesteri teleppel is, hát inkább velük anyukám, ő van velük kapcsolatban, meg rengeteg fajta mentő alapítvánnyal, van például Pesten, vannak olyan kutyák, akik Pestre kerültek fel a kaukázusi fajta mentőkhöz, vagy volt közép-ázsiai fajta mentők is. Tehát, hogy mentettetek meg kutyust, igen. És a segítségükkel pedig gazdásítottuk. Értem. Hány ilyen eset van, hogyha vissza tudsz emlékezni rá? Anya számolja, gyűjti a kutyák nevét, és már a 97. kutyánál jártunk. Kérdezni akartam, hogy 10-nél több kutyusról van szó, de 97. Hát akkor majdnem 100. Igen. Ez honnan jön nektek? Akár anyukádnak, akár neked. Neked gondolom anyukád által, igen. Ugye?
Nekem anya nevelte inkább belém, meg világéletünkben állatosak voltunk, mindig volt otthon cica, 5 éves koromban kaptam az első kiskutyámat, és ő még mindig velünk van, most 13 éves, őt sajnos már nem is tudtuk elhozni, mert kicsit öreg. Ő milyen fajta kutyus? Ő kis keverék, kis palotapincsi és tacskó keverék lehet. Érzed, hogy másként viszonyulsz akár emberekhez, vagy állatokhoz, tehát hogy mennyire határozta meg szerinted az életedet azt, hogy állatok között nőttél fel? Én úgy vettem észre, hogy sokkal könnyebben tudok barátkozni, mint például az ilyen gyerekek. Sokkal nyitottabb vagyok, jobban merek egy társaságba megszólalni. Szokták mondani, hogy a kutyának egy gazdája van. A 7 kutyának te vagy a gazdája mindegyiknek? Hogy nem, nem, mert legtöbbjüket anya eteti, mert ez bonyolultabb. Aztán inkább szerintem őt tartják gazdájuknak, de ha elhozom őket sétáltatni, akkor nyilván én vagyok a legközelebb álló tag hozzájuk. Aztán ilyenkor így körülöttem megnyugodnak. Ebben szebb az élet, és tényleg szereted az ilyen... kutyás filmeket? Van kedvenced? Nemrég néztem meg a Kutya 4 életét, nem tudom már hanyadjára, de mindig elsírom rajta magam. De mindig elsírom rajta magam. De már anya az kiskoromban is észrevette, hogy nagyon szeretem az állatos filmeket, és inkább azokat, például az Oroszlán király, azt nagyon sokszor néztem, és azon is mindig sírtam már kisovadás koromban is. Az első kis mentett állatom az egy plüss állat volt az óvodában, és pont aznap lehetett választani plüssök közül, hogyha minden gyerek hazavihetett egyet magával, és én kivettem a kukából, és őt választottam, azt a kis elefántot. Azt is láttam, hogy a Big Duck logójában van egy teknős. Ez kötődik hozzád? Igen, a teknőst azt én választottam, meg pár osztálytársam segítségével. Hogyan lesz valaki diákönkormányzati elnök? Amikor a jelenlegi diákönkormányzat elnök az utolsó évében jár, akkor bejelentik, hogy lesz majd választás, és akkor kapunk egy bizonyos idő alatt felkészülési időt, és ilyenkor ki lehet találni ilyen frappáns kis bemutatókat, lehet kampányolni, úgy, mint amit Amerikában szoktak mondjuk a választások előtt. Kiálltunk ide az aulába, voltak ilyen kis standjaink, és akkor első nap kávét osztottunk a tanároknak, harmadik nap sütit a diákoknak, volt limonádi osztás, és akkor így tulajdonképpen versenyeztünk egymás ellen. Mondjuk, amikor én indultam, akkor csak 3-an indultunk. Ez az egy hét, amit ugye a kampánnyal töltöttök, ez mennyire erőteljesen szól arról, hogy itt az iskolában mindenki tudja és képben van azzal, hogy választás van ezen a héten? Be van előtte jelentve, meg ki vannak, mi például csináltunk plakátokat is, tehát erről tudnak a diákok, meg van, amikor PPT-n például bemutatjuk, hogy majd miket szeretnénk mi létrehozni, vagy hogy milyen ötleteink vannak, és akkor ez alapján is tudnak választani, hogy ki miket kínál tulajdonképpen. Akkor ez mások számára is egy buli, hogy vajon kinyeri meg a Dök elnökséget? Én úgy gondolom, hogy igen. Izgalmas. Na és neked milyen programod volt, vagy mi az, amit te vállaltál, hogy meg fogod valósítani, és milyen kampányeszközöket használtál annak érdekében, hogy megnyerd a választást? Én például beszéltem az állatokról, mivel én nagyon állatpárti vagyok, hogy lehetne majd mondjuk ilyen közös kutyás felvonulás is. Terveztünk biciklizős napot, hogy felnyitsuk az emberek szemét azzal kapcsolatban, hogy a
ne mindig csak az autókba üljenek, mert hogy a természettudatosságra is szerettem volna kicsit a figyelmet ráhangolni. Meg volt figura állatkánk például, az is tervben volt, egy kis teknősöt szerettem volna. Miért pont teknőst? Ő az állatvilágban, szerintem a vado állatvilágban az egyik kedvencem, mert nagyon szeretem az óceánt, meg a tengeri életet, és hát a teknősök nagyon közel állnak hozzám, volt is kiskoromban teknősöm. Voltak-e támogatóid, tehát akár a tanárokat illetően, vagy a diákokat illetően, akik segítettek neked az egész héten keresztül? A szüleim meg a testvérem volt, akik reggel segítettek lefőzni a kávét. Volt a limonádé naphoz, csináltattunk ilyen egyedi szívószálat, és azt például a szüleim állták, volt, amit például a osztályom, ő pedig a limonádénak az alapanyagját osztottuk el, ők is végig lejöttek mellé, mindig itt kampányoltunk együtt. Mióta idejöttem a gimibe, azóta mindig én voltam a dök titkár az osztályon belül, és akkor hát úgy jobban bele tudtam látni a dökelnök feladatából, nagyon szerettem részt venni ezeken a programokon. Volt, amikor a farsang, és akkor is beöltöztem. Szerintem az életünkben a gimis évek nagyon meghatározóak, és azért én úgy szerettem volna eltölteni a gimis éveimet, hogy minél több programmal, hogy majd jó legyen rájuk visszaemlékezni. Érzed-e azt, hogy tudod-e képviselni a tanuló ifjúság akaratát, véleményét, javaslatait, ötleteit? Igen, érzem, csak elég nehéz ilyen sok kérésre, meg sokfélék a diákok, és vannak, akik kicsit ilyen viccesebb, vagy ilyen olyan kérésekkel fordulnak felém, amit mondjuk én tudom, hogy nem lehet megvalósítani, mert mondjuk ez egy egyházi iskola, vagy kicsit azért nem egy iskolához illenek azok a dolgok. Nekünk most Csonka Éva tanárnő, a dök segítő tanár, és nagyon sokat segít, amikor rendezvények előtt, vagy bármilyen program előtt össze kell írni, hogy miket kell megvásárolni, akkor mindig ő segít, ő mondja meg, hogy mondjuk mit, hol, meg miből mennyit kell megvenni. Emlékszem, mikor tavaly a röpi csapottal vehetett? A gimnáziumnak az aulájában vagyunk, és éppen elkaptátok Dettit, a dök elnököt. Mit kértetek tőle? Hogy a diáknapon tudjunk röpizni velük a röplabda meccsen. Mert amúgy meg nem lehetne, vagy amúgy nem tudnátok röpizni velük? Lehetne, de így sokkal jobb, hogy diáknapon pont jó. Miért fontos az, inkább azt kérdezem, hogy miért fontos az egy iskola életében, hogy diák önkormányzat legyen? Van olyan ember, akihez hozzá lehet fordulni ötletekkel, és ő majd elmondja, és aztán hát, ha megvalósul. Milyen ötleteitek vannak, ha egyet-kettőt ki tudnál emelni? Legyen nekünk is társasjátékunk, és például, ha nincs ház, akkor tudunk játszani a napköziben, vagy valamikor. És ez már eddig megvalósult, vagy ez még folyamatban van? Hát ez még folyamatban van. Na és például, amikor tudjátok, hogy az osztálynak ez a kívánsága, akkor mi a következő lépés? Először is megmondjuk Dettinek, hogy próbálja meg megvalósítani, és hogyha megvalósítja, akkor meg nagyon örülünk neki. Jól tudom, hogy te vagy a dök képviselő az osztályodban? Igen, én vagyok. Mennyi ideig szól a mandátumod? Hát év végéig. Hogyha van egy kérés, mint ahogy az előbb is hallhattuk, szeretnének ugye a hatodikosok játszani a nagyobbakkal, a gimnazistákkal a gimis napokon, akkor mi az útja ennek a kérésnek? Mentek hozzád, mint dökelnökhöz, innentől hol pattog a labda? Vagy összehívjuk a dökgyűlést, és akkor felvetjük az ötletet a többi osztály titkárainak is, és akkor megkérdezzük az ő véleményüket. Hogyha úgy jön ki a szavazat, hogy mondjuk nekik is tetszik, akkor megkérjük a Csonka Éva tanárnőt, hogy beszéljen a vezetőséggel, és akkor úgy tőlünk az ügy az már a vezetőséghez megy fel, és igazából Csonka Éva tanárnő a közvetítőnk. Milyen kérésekkel szoktak a leggyakrabban fordulni feléd?
az iskola rádió, hogy szeretnének benne szerepelni, vagy szeretnék vezetni, vagy mondjuk zenéket betenni. Az iskola újság, volt egy ilyen kérés is, hogy legyen iskola újság. Aztán végig gondoltuk, hogy ez rengeteg papír pazarlással történne, ezért csináltunk egy online felületet, a Facebook oldalt, és akkor ott mindent tudunk közé tenni, mindenféle rendezvényről, versenyekről. Ismernek téged az iskolában? Mit gondolsz? Tudják, hogy ki vagy te? Tehát, hogy felismernek, megismernek? Persze, volt egy időszak, amikor a kicsik ők nagyon integettek, meg köszöntek, hogy szia, diákelnök! A gimnázium életében mit jelent az, hogy diák önkormányzatosnak lenni? Diák önkormányzatosnak lenni, képviselni a diákságot, az 519 diákot itt az intézményben, többféle fórumon. Ez egy nagyon komoly lehetőség, azt gondolom, a diákoknak, és egy nagyon komoly hadjárat, amikor diák önkormányzati elnököt választunk, és a diákság választja ki, hogy ki legyen a diák elnök, illetve a pedagógusok is egy-egy voksal hozzájárulnak. A diák önkormányzati elnöke tudja, hogy melyek azok a jogosítványok, amelyekkel ők rendelkeznek, bevonjuk őket különböző területeken az iskola életébe, és ők ott tolmácsolják azokat a kéréseket, amelyeket megfogalmaznak a diáktársaik. Mit lehet tudni Dettinek a vagy a dökös tevékenységéről, munkájáról? Ő egy nagyon kreatív és agilis diák önkormányzati elnök, és nagyon lelkes. Nagyon sok ötlettel áll a diáktársai elé, amikor egy-egy ilyen megbeszélés van, és nagyon jó hatással is van a diáktársaira, és tudja őket motiválni arra, hogy részt vegyenek különböző diákprogramokon. Milyen olyan javaslatok vannak, amelyeket megfogalmaznak, és meg is lehet valósítani? Akár így a Detti tevékenységéből. Korábban például, amikor indítottuk az ebédlőt 2018-ban, akkor megkerestek a gyerekek az étkezéssel kapcsolatban, és az volt a javaslatuk, hogy legyen benne egy láda, és tudjanak bedobni a gyerekek olyan ötleteket, amit ők szívesen fogyasztanának a menzán. Ez például egy ilyen lehetőség volt. Vagy minden évben egy nappal a diák önkormányzat rendelkezik, annak a programját teljesen ők állítják össze. Velem ismertetni szokták, soha nem volt még olyan, hogy azt mondjam, hogy ezt nem lehet, mert hogy annyira ügyesen állítják össze és kreatívan ezeket a dolgokat. Éppen diáknap van, igaz? Miről szól ez a diáknap? Most volt a tanár-diák röplabda meccs. Sajnos nem mi nyertünk. A mi diákunk, a diákjaink két csapattal indultak. A fehérek meg a feketék, de sajnos egyikünk sem nyert. De azért figyeltem itt, hogy volt olyan rész, amikor igazán jól álltatok, tehát ti álltatok nyerésre, aztán fordult a kocka? Igen, az erején nagyon szoros volt, még akkor mi is vezettünk, de utána a tanárok csak belejöttek. Sikerült-e teljesíteni a gyerekek kívánságát, a hatodikosok kívánságát? Igen, most játszottunk velük is egy meccset a végén. Mit gondolsz, hogy mit szóltak ehhez, vagy mi volt a véleményük? Nagyon örültek neki szerintem. Mert korábban ők nem igazán játszhattak ilyen nagyokkal? Kevert csapatok sose voltak. Mindig úgy volt, hogy a nagyokkal, nekik meg külön szoktak ilyen tornák lenni, amikor csak a elsőtől az ötödikig játszanak. A te életedben mennyire játszik nagy szerepet a röplabda? Nagyon szeretem a röpit, mert megtanított csapatban dolgozni, adott kitartást, és jó, hogy jól összekovácsolja a csapatokat. Akkor te jársz röplabda edzésre is az iskola után? Igen, péntekenként szokott lenni, de most nagyon sok kimaradt a koronavírus miatt, de jövőre szeretnénk heti két edzést is. From the law.
Hogyan jött egyáltalán neked az, hogy te edzél, és mióta? Igen, még testvérem vezetett be az edzés világába a hatodikos koromba, mert mindig hiperaktív voltam, aztán mondta, hogy legalább jöjjek el vele futni, meg szerettem menni, és kezdett is rajtam meglátszódni, aztán ő úgy is járt, és akkor felajánlotta, hogy ha eljövök, akkor segít nekem, és ilyen jó feelingje volt, hogy együtt eljöttünk edzeni. Hogyan kezdted? Tehát itt az edzőteremben milyen eszközöket használtál? Eleinte csak inkább a kardiógépeket, tehát futás, ilyen biciklizés, és akkor utána mondta, amikor már úgy kezdett alakulni, hogy megkezdtem már hozzá egy jobban értegetni, hogy próbáljak ki akkor új dolgokat, akkor már megmutatott mondjuk karra egy pár gyakorlatot, popsira, meg lábra, és akkor így utána azokat elsajátítottam. Mit gondolsz, hogy mennyi idő után kezdett el rajtad látszani, hogy te edzel? Hát az első két évben az látszódott, hogy sokat fogytam, és akkor utána így gimibe kezdtem el inkább így többet járni, megemelni a súlyokat. Mondjuk azért hatodikos korodban, hát 12 éves lehettél, azért elég fiatalon kezdtél el edzőterembe járni, nem? Igen, de olyankor még tényleg csak ezeket a alapmozgásokat, tehát egy kis futás, séta, bicikli, akkor még nem vittem itt túlzásba a nagy súlyokkal. Az, amit most úgy igazán azt mondod, hogy már könnyen megcsinálsz, amit akkor még egyáltalán nem tudtál, vagy nem is gondoltál rá, hogy te ezt valaha is tudod csinálni. Például a guggolásban, abban nagyon sokat fejlődtem eleinte, tényleg így volt, hogy keretbe így egy pár kilóval guggolgattam, vagy szabadsúllyal, az is csak azért, hogy így formálódjak picit. És hát azt mondhatni a popsi a kedvenc testrészem, azt szeretem a legjobban edzeni, és a guggolás az az egyik kedvenc ilyen edzésem. Mennyit csinálsz mondjuk egy edzés alkalmával? Hát vagy mennyi volt a max? A maximum az 120 kilóba volt keret nélkül és 10. Most meg már a párommal járok edzeni. És milyen amúgy a közös edzés? Én szeretem, mert hogyha mondjuk az egyikünknek nincs kedve, akkor a másik mindig húzza. Tehát így kevesebb a edzésnek úgymond elhanyagolása. És most már együtt edzettek. Mi az, amiben tud segíteni a párod neked itt az edzőteremben? Például, amikor olyan gyakorlatokat szeretnék kipróbálni, amiket még előtte nem nagyon csináltam, vagy ő mondjuk tudom, hogy már csinálta, és akkor ő ért hozzá, megmutatja, hogy hogy kell, segít korrigálni, meg hogyha olyan van, hogy kell a magába a feladatba segítség, akkor abba is vagy ott áll mögöttem, vagy segít egy picit. Hogy látod, hogy Detti milyen az edzéseken? Nagyon kemény, főleg a guggolásban, ugye. Az egészséges életmódon belül ugye nagyon fontos az egészséges táplálkozás, és erre ügyeltek? Igen, próbálunk figyelni, de azért nyilván azért a lelki egészséghez hozzátartozik néha, hogy egy-két csalónapot is beiktatunk, de nyilván amennyire lehet és tudunk, próbálunk ügyelni és helyesen táplálkozni. Ha bűnöztök picit, akkor mi az, amit szívesen esztek? Fagylalt, hamburger, esetleg sütik, igen. Van, amikor te sütsz? Szoktam ilyen kis apróságokat, például csokis keksz, vagy sportszalát, ezeket. Oh, I've been running from the law. Fontos számodra amúgy a sport, úgy látom azért. Én szeretem nagyon. De ez nem csak az edzőtermi edzésben nyilvánul meg. Nem, például szoktunk járni futni is, vagy barátommal, vagy a kiskutyámmal, vagy így mindkettővel egyszerre. A nyár úgy telt el számodra, hogy részt vettél egy igen jó kis tornán. Mi volt ez? A röplabda mérkőzésen. Na és mesélj, hogy hogy érezted magad, és neked mit jelentett az a részvétel, hogy ott voltál? Nagyon örültem, hogy most röpizhettem az iskolás csapatommal, mert általában mindig, hogyha van ez a dragon rész, akkor egyszerre szokott lenni a futam és a röpi bajnokság. De most idén nem mentem futni, már háromszor voltam amúgy a dragon részen is, és most idén nagyon örültem neki, hogy tudtam, részt tudtam venni a röpin. És mi volt a csapatnevetek?
Röpi, de a pi az a matek száma 3,14. Oh. Az a végtelen tizedes szám. És ez honnan jött? Hát én kaptam ezt a böcsös feladatot, hogy választhatok, igen, valami csapatnevet, úgyhogy írtam egy csomót. Így összeírtam, beküldtem a csoportunkba, és akkor ezzel emellett lett a választás. És mindig olyan vicces volt, hogy mondták, hogy akkor most jöhet a röpi csapat. Itt élsz Nyírbátorban. Mit jelent számodra Nyírbátor? Hát nekem mindig a gyerekkorom jut róla eszembe, hogy itt tényleg jó környezetben nőttem fel, mert közel volt hozzánk a Kressz Park. Mindig, minden nyáron például oda jártunk, meg suli után is volt, hogy még az általános iskolás barátaimmal oda lejártunk. Szerintem amúgy teljesen, tehát ilyen pozitív emlékek kötnek hozzá. Tényleg itt kezdtem el mondjuk az edzést is. Ha ki lehetne emelni 3 jövőbeli tervet, akkor mik lennének azok? Vagy célokat meg tudnál fogalmazni? Az igazából így a fő célom az érettségi. És utána hova tovább, hogy vegyenek fel valahova? Felvegyenek a fogorvosira, és hát akkor utána meg, hogy szépen le tudjak diplomázni. Hoztam színes lájkokat, és arra szeretnélek megkérni, hogy válassz egy színt. A rózsaszín. Igen. Na nézzük akkor. A rózsaszín borítékban mi rejlik? Öröm. Mi jut neked eszedbe erről a szóról, hogy öröm? A családom, kis állataim, az edzés. Ezek mind örömet okoznak igen. Neked? Mit gondolsz, hogy te tudsz örömet okozni másoknak? Vagy mi fontos neked, hogy te örömöt kapjál, vagy te is okoz örömöt másoknak? Szerintem ez kölcsönös. Ez mindkét irányba ugyanúgy jó, ha működik. Például anya mindig azt mondja, hogy örül, hogy van egy lánya, mert amikor mondjuk elmegyünk együtt vásárolni, akkor az tényleg olyan, hogy hát ilyen kis bolondosak vagyunk, így szeretünk nevetgetni, és múltkor például az eladó nő is megjegyezte, hogy milyen jó így dolgozni, hogy látja, hogy ilyen vidám emberek is járnak a boltba. Anya-lánya nap van olyankor? Igen. Szoktunk tartani ilyen csajos napot, és akkor van, hogy elmegyünk mondjuk együtt, megreggelizünk valahol. Mi az, ami még úgy igazán örömet okoz neked? Van-e valami olyan, ami mondjuk mindig, ha szomorú vagy, akkor felvidít téged? Igazából engem elég könnyen szerintem fel lehet vidítani, tényleg? Mert az ilyen apró dolgoknak is nagyon tudok örülni. Na hát akkor, Detti, én azt kívánom neked, hogy nagyon sok örömöd legyen az életben. Azok a célok, amiket soroltál fel, meg amikről beszélgettünk, azokat is érd el, és ez legyen számodra öröm. És családodnak, barátodnak, barátaidnak mindig okoz örömöt, és rengeteg örömöd legyen az egész életben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy szerepeltél ebben a műsorban. Adj egy pacsit. Semmi baj! Jaj, kis koszoska lettél! Rafi! És lehet... testvérem. Őt én kaptam szüleimtől ballagásomra, ő azóta velünk van. Ő mennyi idős? Ő 5 éves. És ő egy bolonyi? Akkor nem ballagásomra kaptam. Nem baj, kezdjük nyugodtan! És milyen a Detti sütije? Nagyon finom. Mertél volna mást mondani. Dézike nagyon menni akar, úgy látom. Dézi, gyere ide, vissza. Dézihez, gyere.